Szevasztok, ez itt a Terapeuta Vlog. A videó címe elég beszédes, nyilvánvalóan erről lesz szó, hogy a Hip Hop Beats vezetője, azaz Lefty, visszavette a csoport irányítását, és a rap terápia csoportot igazából áthúzta. Igazából megélt 4,5 napot ez az egész történet. Én a mai napon úgy értesültem egyébként a dologról, hogy egy kedves ismerősöm felhívott, hogy miért változott meg a csoport neve, hát mondom, én nem is hallottam még róla, próbáltam elérni azóta Leftit, de hát nyilvánvalóan letiltott, és kitiltott a csoportból is, egyébként egy olyan moderátort is, akit én vittem oda segítőnek, őt is letiltotta és kitiltotta a csoportból. Egy picit az előzményekről azért beszéljünk, hogy mi alakult itt ki, meg hogyan alakult ki itt a történet. Január 9-én keresett meg engem Lefty, azzal kapcsolatban, hogy ő ajánlana nekem egy jó lehetőséget, hogy ő odaadja a csoportjának a vezetését, és igazából ő nem foglalkozna semmivel, csak az ő saját kiadványával, ezzel a Hip Hop Beats nevű kiadványjal. És hogy én igazából azt sem, amit akarok, mert hogy nagyon-nagyon tetszik neki az a mentalitás, az a lendület, amit én képviselek itt a hiphopon belül, meg tetszenek az interjúm, stb. Stb. Leültünk, megbeszéltük ezt egy óra alatt, hogy akkor mégis ő mit gondol, meg hogy gondol. Gondolkoztam rajta egyébként elég sokáig, tehát mondjuk egy héten keresztül agyaltam rajta, hogy mit és hogy lehetne mondjuk az ötleteimmel, vagy egyébként milyen jó dolgokat lehetne bevezetni a csoporton belül. Ezeket így össze is írtam, és igazából ezek közül mind be lett vezetve a csoporton belül. Úgyhogy ezért mondom azt, hogy ötlettól vagyok, vagy a Hip Hop Beefs. Ugye, mert Lefty igazából mindenkivel rosszban van, mindenkit utál. Én igazából mindenkivel jóban vagyok. Ez nyilván véletlen van így, igaz? És a Hip Hop Beats csoportot átneveztük rap terápiára, csináltunk egy közös vlog videót, amivel elmondtam, hogy én szeretnék mindenkivel békét, és igazából nem a kiadók, nem az előadókat fogjuk nézni, hanem azt, hogy minőségi anyagot ad-e valaki ki, és az bekerülhet a csoportba. Ezeket ugye rendszereztem én, ami alapján is indult a csoportnak a működése, és láthatóan megugrottak egyébként a jelentkezések száma, valami 200 valamennyi jelentkeztek ez alatt a néhány nap alatt a csoportba, előtte pedig láthatóan egyébként csökkent folyamatosan a csoportnak a hát mondjuk a csoport létszáma, mondjuk így, nem tudom, hogy támogatónak hívjuk-e, vagy résztvevőnek, a csoport létszáma minden esetre csökkent. Abban a vlog videóban, amit ide be is vágok, én elmondom, hogy szeretnék mindenféle hiphopos csoporttal jó kapcsolatot ápolni. Azonnal szeretnék felfüggeszteni mindenféle vitát a Hip Hop Beats és bármelyik másik csoporttal kapcsolatban. Nem csak a név változik meg, hanem a vezető személye is, úgyhogy minden korábbi vitát szeretnék elsimítani, és mindenkinek béke jobbot nyújtani, akár csak így virtuálisan. És ennek gesztusaként elmentem egyébként a tegnapi nap folyamán az egységben a Hip Hop TV-nek a Lögda Frankót műsorába, ahol értékeltünk zenéket, bár voltak technikai problémák, mit tudom én, na mindegy, lényeg, ami lényeg, hogy részt vettem ebben a műsorban, és ma reggel, tehát mindenféle jelzés, szólás és beszéd nélkül Lefty letiltott és kitörölt. Egyrészt ellopta az összes ötletemet, amivel egy működőképes csoportot lehetne létrehozni, ugye? Másrészt a rap terápia névnek, mint brandnek egyébként elég komolyan ártott, tehát nyilvánvalóan a hitelességemnek azért belerúgott egyet ennek köszönhetően. Viszont ennek köszönhetően most el fog indulni egy ténylegesen rendes csoport, mert sokan jeleztétek felém, hogy úristen, most mi ez? Igazán már létezik ez, rap terápia, és akkor egy perjelen elválasztva terápia adás időn kívül. Eddig ez egy fórumként üzemelt, de most itt a lehetőség, hogy akkor ott is posztoljatok emberek, lépjetek be a csoportba, be fogom linkelni egyébként ez alá a videó alá a történetet. Még azt el kell mondanom, hogy kronológiai rendben legyünk, az egységben a hiphopos szereplésemet január 24-én direkt megnéztem, hogy mikor, akkor egyeztettük le a Velszel, és hát ugye ma pedig, akár nézem, február 6-a van. Aki esetleg nem tudná, az egységben a hiphop csoport azért jött létre, mert kiléptek a Hip Hop Beats csoportból néhányan, és ők alapítottak egyébként egy másik csoportot, akikkel én szerettem volna valóban jó kapcsolatot ápolni, hiszen egyébként semmi bajom nincsen velük egyébként. Néhány embert ismerek ott az adminok közül, néhányat nem, de a jó viszony kialakítása számomra nagyon fontos volt, és ezt az egót nem tudta félrerakni, hogy ők rosszba vannak egymással, valószínűleg itt erről van szó, igazából mondjuk úgy, hogy informális úton ehhez az információhoz jutottam hozzá. Tehát a tanulság ismét az, hogy a magyar hiphopon belül mindenkinek sokkal fontosabb az egója, mint a hiphop egysége és fejlődése. Ez nagyon szomorú, hát ebben a Lefty-ben nem nagyon lehet megbízni. Nekem sokan mondták, hogy hát ez a csávó, ez nagyon húzós, de most én úgy érzem, hogy maga alá vágta a fát, mert ez gyakorlatilag egy öngól volt. Aki
szeretne benn maradni a csoportban, maradjon benn, de csak úgy, hogy semmi közöm ahhoz a csoporthoz. Természetesen egyetlen egy moderátorra se haragszom, hiszen nem ők tehetnek erről, hanem nyilvánvalóan a Lefty. Sajnálom, hogy ez így alakult, mindesetre akkor futunk tovább a repterápia. Terápia adásidőn kívül című csoporttal, a leírásban megtaláljátok ennek is a linkjét, illetve természetesen többi elérhetőséget, ahol megtaláltok engem, vagy ahol szeretnétek velem beszélgetni. Hát Leptiről megvan a véleményem, nem mer velem szóba állni, gyakorlatilag is, mikor a moderátorral szóba álltam, az egy moderátorral, akkor neki is azt mondja, hogy tiltson le. Nem tudom miért fél, mitől menekül. Mindenesetre, hogyha valakinek vaj van a füle mögött, akkor az ő. Na, úgyhogy megismertük Leftit, de szerintem már sokan ismerték erről az oldaláról. Én nagyon sajnálom, hogy ez így alakult, de hát, ha valami sokkal jobb nő majd ki ebből az egészből. Még ezen a héten jelentkezem egy szerelmes repülőről szóló vloggal, úgyhogy tartsatok velem akkor is, legközelebb találkozunk és építsünk együtt jó, magas minőségi hiphopot. Szevasztok! Nyomj egy lájkot és iratkozz fel! Én várok! Én ráérek! Ugye, hogy nem is olyan nehéz ez?